A Dunaszerdahelyi Kórházban magas azon alkalmazottak száma, akik kérik a védőoltást. Az oltás önkéntes, elsőként a koronavírus osztályon dolgozók kapták meg a vakcinát. Az előzetes felmérésünk szerint körülbelül az egészségügyi dolgozók, az összes dolgozónk kétharmada szeretné megkapni ezt az oltást. Szerintem ez annak is a vetülete, hogy azok a dolgozók, akik első vonalban dolgoznak, és tényleg nagyon sok koronavírusos beteggel találkoztak, tudatosítják, hogy mit is jelent ez a betegség, és tényleg, hogy az egyedüli kiút ebből, hogyha egyfajta kollektív immunitásra teszünk szert az oltás által. Začíname očkovať prvú líniu lekárov, sestričky, ale aj nižší zdravotný personál. Plánujem sa zaočkovať. Očkovanie ako všeobecne prevencia ochorení, takže keď chceme vyhnúť covidu, ja som ešte covid nemala, tak samozrejme, že zaočkovať sa dám. A kórház igazgatója szerint az oltásra nagy szükség van, mert az egészségügyi dolgozók közül már több mint 100-an elkapták a vírust, és sokan karanténba kényszerültek. Emiatt osztályok összevonására volt szükség, mert nem csak a koronavírus betegeket kell ellátni, hanem más akut egészségügyi problémával jelentkezőket is. A Dunaszerdahelyi Kórházban a következő hetekben nem csak az egészségügyi dolgozókat fogják oltani, hanem fokozatosan mindenkit, aki regisztrál. Akibe szeretné magát oltani, annak regisztrálni kell a korona.gov.sk oldalon. Figyeljék, hogyha regisztrálnak, hogy már az oltópontok körében van-e Szerdahely. Erre mi megadtuk az összes dokumentumot, már elküldtük a minisztérium részére. Várjuk azt, hogy mi is felkerüljünk az oltópontok listájára, és akkor ott már Szerdahelyt is lehet választani, a Szerdahelyi Kórházat, és hogyha ott beregisztrálnak, kiválasztják, hogy ők Szerdahelyen szeretnének lenni beoltva, akkor őket már e-mailben vagy SMS-ben kiértesíti a Nemzeti Egészségügyi Információs Hivatal, egy konkrét terminusra is ide lehet aztán jönni oltani. Egy tímmel naponta olyan 250-300 ember tudunk beoltani. Az oltási stratégia szerint az egészségügyi alkalmazottak után a szociális otthonok dolgozói, a kritikus infrastruktúrában dolgozók, a krónikus betegségben szenvedők, és végül a többi 18 év feletti lakos kapja meg a védőoltást. A közeljövőben várhatóan a körzeti orvosok is oltani fognak.